1937 és 1945 között több mint 420 hét telt el úgy, hogy valahol a világban emberek küzdöttek egymással. A történelem addigi legpusztítóbb konfliktusában. Bemutatjuk, hogy a II. Világháború 41 kritikus fontosságú hetében hogyan éltek az emberek a csatatéren és a hátországokban. A háború hetei. Heti hírek a II. Világháború idején. 5. rész. Winston Churchill 1942-t a háború fordulópontjának nevezte. 1942-ben a szövetségesek döntő győzelmeket arattak Midway-nél, El Alamein-nél, Kokodánál és Guadalcanalnál is. Sztálingrád is kitartott. A japán térhódítás megállt a Csendes óceánon. A Vichy kormány megingott Franciaországban. A német és japán hadigépezet sok helyen megtorpant, de a játszma még korán sem dőlt el. A Casablancai konferencia hete. 1943. január 14-e csütörtök. 1942. novemberében a Fákja hadművelet során szövetséges erők szálltak partra Marokkóban, hogy segítsenek felszabadítani Észak-Afrikát. 1943-ban a szövetséges államok vezetői már ott találkoztak, hogy egyeztessenek az előttük álló év stratégiáiról. Január 14-én Roosevelt elnök és Churchill miniszterelnök Casablancában ült össze. Ők tervezik meg az angol-amerikai erők 1943-as hadmozdulatait. Sztálin a sztálingrádi csatára figyelt, ezért nem ment el a találkozóra. A konferencián el kellett dönteni, hogy a szövetségesek hol támadjanak legközelebb. A földközi tenger térségében, ahogy azt Churchill javasolta, vagy Nyugat-Európában nyissák meg a második frontot. Sztálin úgy látta, hogy a Casablancai konferencia célja a második front késleltetése volt. Az oroszok úgy érezték, hogy a nyugati szövetségeseik nem tesznek meg mindent a második front megnyitása érdekében, és így egyedül ők harcolnak a német erőkkel. A britek és az amerikaiak különböző megközelítésben gondolkodtak, amit közös nevezőre kellett hozni. Végül úgy döntöttek, hogy Szicíliában szállnak partra. Szintén Casablancában született döntés a közös stratégiai bombázásokról is. Ám a célpontokat illetően az amerikai és a brit fél máshogyan gondolkozott. Ezért a bombázások egymással párhuzamosan, de nem együttműködve zajlottak. Abban viszont egyetértettek a felek, hogy hogyan kötnek békét. Többről volt szó, mint a Goebbels-féle politikai kacsingatásról. Roosevelt és Churchill is kijelentette, hogy kizárólag a tengelyhatalmak feltétel nélküli megadását fogadják el. 1943. január 17-e vasárnap. Január 17-én vasárnap két hullámban ismét német bombázók támadták Londont. Odafentről a 30 bombázó dübörgése, lentről pedig az ordító szirénák és a légvédelmi ágyuk tüzének hangja töltötte meg az éjszakát. Az emberek még 45 kilométerrel távolabb is érezték, ahogy a föld megrázkódik. 1943. január 18-a hétfő. Január 18-án a német csapatok bevonultak a varsói gettóba. Az ország 1939-es megszállása után a nácik minden lengyel zsidót egy elkülönített területre zártak be, ahol alig lehetett élelmiszerhez vagy orvosi ellátáshoz jutni. 360 ezer zsidó Varsó lakosságának egyharmada nyomorgott a városközpontban kijelölt gettóban. Az éhezés, a betegségek és a deportálás alaposan megtizedelte a létszámukat.
Heinrich Himmler, az SS vezetője 1943. januárjában Varsóba látogatott, és megparancsolta, hogy a gettót ki kell üríteni, és az összes lakóját táborokba kell internálni. A zsidó lakosság azonban ellenállt. Egy egységük rajtaütött a nácikon, és visszaverte őket. Ez nagy győzelem volt a zsidóknak. Ugyanakkor tudták, hogy ez a siker rövid életű lesz. január 19. kedd. Hitler állítólag jobban gyűlölte Leningrádot, a bolsevizmus szülőhelyét, mint bármelyik más orosz várost. A német hadsereg már 1941-ben körülzárta Leningrádot. Azóta a város lakói minden élő állatot, macskát, patkányt megettek, ragasztóból főztek levest, és amikor elfogyott a tüzelő, sokan megfagytak a farkasordító hidegben. Még a kanibalizmusra is rákényszerültek. Január 19-én, 515 nap ostrom után a szovjet erőknek sikerült egy keskeny szárazföldi folyósót nyitni a városba. Bár az ostrom egészen 1944-ig tartott, végre érkezett némi utánpótlás az éhező leningrádiak megsegítésére. Jelenleg ez az egyetlen hír Oroszországból, aminek igazán örülni tudunk. 1943. január 20-a szerda. Másnap Dél-Amerikában a chilei parlament jóváhagyta Juan Antonio Rios elnök javaslatát, és megszakította a diplomáciai kapcsolatokat a tengelyhatalmakkal. A chilei elnök a szövetségeseknek ígérte az országa támogatását, és a demokrácia védelme érdekében csatlakozott az Egyesült Államok vezette koalícióhoz. Így Argentina maradt az utolsó ország a déli félteke nyugati részén, ahol a német, az olasz és a japán diplomaták folytathatták a munkájukat. 1943. január 22-e péntek. Január 22-én pénteken Margaret Burke White volt az első nő, aki részt vehetett az amerikai légierő bombázó bevetésében. A 97. bombázócsoport egyik B-17-esén utazott, amikor az a tuniszi német repülőteret támadta. Burke White volt az első ismert haditudósítónő, aki a háború alatti harci övezetekben dolgozhatott. Január 22-én a Casablanca-i konferencia felénél járt, amikor a marokkói szultán négy szem közt vacsorázott Roosevelt elnökkel. A találkozó során Roosevelt támogatást ígér a szultánnak a marokkói függetlenségi törekvések eléréséhez és a francia protektorátus megszüntetéséhez a háború után. 1943. január 23-a szombat. Mialatt a szövetséges vezetők Casablancában tárgyaltak, január 23-án a mozik vetíteni kezdték a Casablanca című filmet, Humphrey Bogart és Ingrid Bergman főszereplésével. A Casablanca volt a híradók és az újságok fő témája. Tehát a játékfilmet be sem lehetett volna mutatni jobbkor. Manapság a filmek elkészítése általában sokáig tart, és a bemutatásuk megszervezése sem egyszerű feladat. Ha alkalmazkodni akarnak az aktuális eseményekhez. De akkoriban, amikor futószalagon készültek a filmek, ez gyorsan ment. A Casablanca 1941. decemberében a Pearl Harbori támadás hónapjában játszódik. Az esemény örökre megváltoztatta az amerikai történelmet, felrázta az országot a politikai elszigeteltségből, és egyesítette a nemzetet a tengelyhatalmak ellen. A Casablanca egy hasonló felismerés megszületéséről és a közös ellenséggel szembeni összefogásról szól. Olyan színészek játszanak benne, akik Hollywoodba menekültek az európai fasizmus elől. A sok remekül képzett karakterszínész úgy érezte, hogy most valóban tétje van a játéknak. Van benne egy jelenet, ahol a himnuszok éneklésével csatáznak. Játsszák el a Marseillaise-t. Hello,
A nácik elkezdenek énekelni egy német indulót, amire a tömeg, a bár vendégei a Marseillaise éneklésével válaszolnak. Ez egy nagyon erős és hatásos jelenet, mert a forgatáskor mindenki tudta, hogy mit is jelent. Azt jelenti, hogy ez az ő daluk, és hogy vissza fogják venni Európát. Vive la France! Hollywood azóta gyártotta a patriotizmusról és önfeláldozásról szóló filmeket, amióta az Egyesült Államok belépett a háborúba. Mickey Rooney és Judy Garland együtt a közös ügyért. A Casablanca is erről szólt. Mai szemmel nézve már inkább nosztalgikus érzéseket kelt bennünk. Egy elmúlt kort idéz vissza. Miután Bing Crosby White Christmas című dala 11 héten át uralta az első helyet, január végén letaszította az élről egy új kihívó. Tommy Dorsey és zenekara. Tommy Dorsey a swing érzelgős úriembere volt, de dögösen is tudott játszani. A There Are Such Things című dalt Dorsey énekese, egy fiatal olasz-amerikai Francis Albert Sinatra adta elő. Ez volt Sinatra és Dorsey első nagy slágere. A dal valójában az emberi kapcsolatokról, azok értékéről szól. Arra emlékeztet minket, hogy létezik olyan, hogy valaki azért szeret, aki vagy, és nem azért, amit van. A nagybandák a háború alatt élték a virágkorukat, és jobb kedvre derítették az embereket. A nácik betiltották a BBC hallgatását a megszállt Európában. Ennek ellenére sokan hallgatták az adást, még a megszállt területeken is. A zene javította a katonák morálját, és igyekezett fogékonnyá tenni Európát az amerikai kultúra iránt. A sztálingrádi győzelem hete. 1943. január 30-a szombat. Január 30-án a britek, változtatva addigi stratégiájukon, nappal indultak bombázásra, noha a háború elején a nappali akciók rendre súlyos veszteségekkel jártak. Ráadásul nem is igazán voltak hatékonyak. A veszteségeket csökkenteni kellett, ezért áttértek az éjszakai bombázásokra. Ám éjjel nehezebb volt a tájékozódás és a célzás, ami újabb problémákat szült. Január 30-án Hitler hatalomra jutásának 10. évfordulóján a brit bombázók mégis nappal, délelőtt 11-kor támadták meg Berlint. Hermann Göring, Hitler jobb keze, éppen beszédet készült tartani az ünnepségek kezdetén, amikor 3650 km/órás sebességgel haladó Moszkitó végrehajtotta a királyi légierő első nappali bombatámadását a német főváros ellen. Göring éppen beszélni kezdett, amikor a bombázók megérkeztek, és dübörgésük hallható volt a rádión keresztül. A hangmérnökök választás elé kerültek. Folytatják az élő közvetítést a harmadik birodalom minden szegletébe, vagy megszakítják azt. Végül az adás megszakítása mellett döntöttek. A szövetségeseknek sikerült egy pillanatra elnémítaniuk a náci vezetést. 1943. január 31-e vasárnap. Oroszország nem csak hogy állta a sarat a németek 246 osztálya ellen, de most átváltott nagyszabású támadásba. Sztálingrádtól északra és délre benyomult a német állások közé, több ezer ellenséggel végezve és sok ezer hadifoglyot ejtve. 5 hónapnyi véres harc után január végére a németek helyzete reménytelenné vált Sztálingrádnál.
Nem csak a 6. hadsereg, hanem a 4. páncélos hadsereg egy része és a román csapatok is, mintegy 4 millió ember esett csapdába. Ráadásul már a bekerítés előtt is reménytelenül hosszúra nyúltak az utánpótlási vonalaik. És 1943 elején a németek már éheztek. Január elején a szovjetek felajánlották Friedrich Paulus tábornoknak, hogy jó feltételekkel adja meg magát. Élelmet és orvosi ellátást ígértek nekik, és hogy a háború után valamennyien hazatérhetnek. Hitler, aki a lengyelországi bunkeréből próbálta levezényelni Sztálingrád ostromát, visszautasította az ajánlatot, és megparancsolta Paulusnak, hogy az utolsó emberig küzdjenek. Paulus azonban elsőként a német tábornagyok közül január 31-én mégis letette a fegyvert. Hitlert rettentően dühítette Paulus megadása, mivel éppen pár napja nevezte ki tábornaggyá, és német tábornagy addig még sohasem adta meg magát. Hitler nézete szerint Paulus ezzel megsértette a német hadsereg becsületét. A tengelyhatalmak 300 000 embert veszítettek. Emellett mintegy 60 000 járművet, köztük 1500 harckocsit és 6000 ágyút. A fogságba esett 91 000 német katonából alig 6000-en tértek hazaélve. Sztálingrád valódi katasztrófa volt a németeknek. Ha addig létezett olyan mítosz, hogy a német hadsereg legyőzhetetlen, akkor a Sztálingrádnál megsemmisült. Ezt az óriási vereséget még a nemzeti szocialista propaganda sem tudta a szőnyeg alá söpörni. 1943. február 1-e, hétfő. Több száz kilométerre a tengerparttól Amerika tábort épít azoknak a japánoknak, akik Pearl Harbor idején az országban tartózkodtak. 1943. február 1-én Roosevelt elnök aktiválta a 442. katonai különítményt. Ez a gyalogos egység csakis másodgenerációs japán-amerikai katonákból állt, akik ki akarták venni a részüket a háborús erőfeszítésekből. Azért, hogy megkönnyítsék ezeknek a fiatal, japán-amerikai férfiaknak a besorozását a hadseregbe, létrehozták a háborús áttelepítési hatóságot, amely kiadta az úgynevezett lojalitási kérdőívet. Azok, akik ezt megfelelő módon töltötték ki, jogosultak lettek a katonai szolgálatra. A 442-esek mottója mindvégig volt. Ígéretet tettek, hogy mindent elkövetnek a győzelemért. És meg is tették. Az otthon uralkodó gyanakvás és rasszizmus ellenére a 442-es ezred kapta meg a legtöbb kitüntetést az amerikai hadtörténelem során. Bár kevesebb, mint 2 évet harcoltak Európában, az egység tagjai 18 000 kitüntetést, köztük 9486 bíborszívet, 4 000 bronzcsillagot és 21 becsületrendet szereztek. 1943. február 3-a, szerda. Február 3-án nem sokkal éjfél után az Atlanti-óceánon átkelő amerikai Dorchester szállítóhajót elsüllyesztette egy német tengeralattjáró. A fedélzeten tartózkodott 3 keresztény lelkész és egy rabbi is. Amikor elfogytak a mentőmellények, mind a 4-en levetették sajátjukat és odaadták egy katonának. Majd összekulcsolt kézzel, saját vallásuk fohászait imádkozva, elsüllyedtek a hajóval együtt. A 40-es években hetente 90 millió amerikai járt moziba, és fogyasztotta a patriotizmusról és a propagandáról szóló filmeket. Köztük a február 3-án megjelenő és részben valódi eseményeken alapuló a Légierő című alkotást. A Warner Brothers ki akart jönni egy hazafias témájú filmmel. Ezért leforgatták a légierőt, amelynek ötlete magától a légierőtől származott. És a Pearl Harbor elleni támadás évfordulóján akarták bemutatni. A film egy bombázó legénységéről szól, amelyik a csendes óceánon szolgál a támadás után.
A film akkora legerősebb, amikor a veszteségeket mutatja be. Hatásosan, de egyáltalán nem érzelgős módon. Az egyik jelenetben a gép kapitánya haldoklás közben azt képzeli, hogy a repülőgépen ül, éppen felszálláshoz készülődik, és ezért a legénység minden tagjától bejelentkezést kért. Mindenki megvan? Mindenki, uram. Ajtók zárva? Igen, uram. A fájdalmat és az érzéseket elrejtik a szokásos protokoll és a munkafolyamatok követése mögé. Ha reagálni akarsz a fájdalomra és a hazád elleni támadásra, akkor nem sírni fogsz, hanem teszed a dolgodat. Számomra ez a film lényegi mondani valója. Akkor irány a nap felkelte. 1943. február 4-e csütörtök. Február 4-e újabb rossz hírekkel szolgált a németeknek. A Líbiában maradt német erők visszavonultak a határon túlra Tunéziába. Csapdába estek. Kelet felől Montgomery 8. hadserege, nyugatról pedig a partra szállt angol-amerikai haderők közeledtek. Úgy tűnt, hogy a német hadjárat Észak-Afrikában bukásra van ítélve, de Rommel, a sivatagi róka, nem adta magát egykönnyen. 1943. február 5-e péntek. Február 5-én az olasz diktátor Benito Mussolini menesztette a vejét, Galeazzo Ciano grófot, a külügyminiszteri posztról. És ő maga vette át azt. Miközben már ő volt a belügyminiszter, a hadügyminiszter és a légügyi miniszter is. Hogy mennyire oda van a gyerekekért? Meg tudjuk érteni a kisfiú reakcióját. Hitlerhez hasonlóan Mussolini is annyira paranoiás lett, hogy nem bízta ezeket a posztokat senki másra. Goebbels totális háborúról szóló beszédének a hete. 1943. február 14-e vasárnap. Észak-Afrikában a németek visszaszorultak Tunéziába. Az amerikai katonák pedig kemény leckét kaptak abból, hogy mit jelent a német hadsereg ellen harcolni. Az amerikaiak úgy érkeztek meg 1942-ben, hogy megvoltak a maguk taktikai elgondolásai. Úgy vélték, hogy a légierő úgy használható ki a legjobban, ha a kis egységekre osztják, és azokkal a szárazföldi erőket támogatják. A britek figyelmeztették őket, hogy ez nem jó megoldás, de az amerikaiak nem hallgattak rájuk, nem fogadták meg a tanácsaikat. Így a tunéziai hadjáratban az amerikaiaknak is a saját bőrükön kellett megtapasztalniuk, hogy a légierőt másképpen kell alkalmazni. Február 14-én Rommel támadást intézett a nemrég Észak-Afrikába érkezett szövetséges erők ellen. Hogy kitörjenek a Kelepcéből, a német bombázók csapást mértek a C.D. Buzzitben állomásozó amerikaiakra. Rommel úgy látta, hogy az arcvonal leggyengébb pontja az Atlasz-hegység tunéziai részén húzódó Kasserine hágó, amelyet tapasztalatlan amerikai csapatok védtek. A légi csapást tank és gyalogsági roham követte, amely súlyosan megtizedelte a védőket, és kiűzte őket állásaikból. A Kasserinei hágónál zajlott le az első olyan ütközet, amelyben főként amerikaiak harcoltak a németek ellen, és a szövetségesek kudarcával végződött. A szövetségesek 6300 embert vesztettek, csak 300 tudott kijutni. A veszteséglistán 183 harckocsi, 208 ágyú és 512 jármű is szerepelt. A hadjárat végső kimenetelén nem változtatott, hiszen néhány hónappal később a német és az olasz erőket kiűzték Észak-Afrikából. De kiúzanító pillanat volt ez az amerikaiaknak, akik rájöttek, hogy változtatniuk kell a terveiken, ha hatékonyan akarnak harcolni a németek ellen. A Kasserine hágó csatájának napján José María Escrivá létrehozta a Szent Kereszt papi társaságot. Az azt felügyelő Opus Dei alapítóját a katolikus egyház 2002-ben szentté avatta.
Cristiano luminoso y alegre. 1943. február 16-a kedd. 16-án éjjel 11 óra után öt Nagy-Britanniában kiképzett norvég ejtőernyős kommandós dobtak le Norvégiában. A szövetségesek tudták, hogy a németek nehéz vizet használnak a maghasadás reakciójához. A világ teljes nehéz vízkészlete a nácik által megszállt Norvégiában működő Femork vízerőműben volt. A Gunnerside hadművelet célja az volt, hogy megsemmisítse ezt a készletet. A kommandósok sílécen közlekedve csatlakoztak egy előörshöz. A sötétség leple alatt a sziklákon felmászva közelítették meg az erőművet, kikerülve a hidat, az egyetlen útvonalat, amelyet a németek őriztek. A norvég kommandósok bejutottak, elhelyezték a bombákat és kijöttek. Majd a robbanás okozta káoszt kihasználva, elmenekültek a helyszínről. Ezzel úgy visszavetették a német atombomba fejlesztést, hogy az már nem befolyásolhatta a háború menetét. Az akció egyetlen lövés nélkül zajlott le, és egyetlen életet sem követelt. Ennek a merész akciónak a Telemark hősei című film állít emléket. 1943. február 17-e szerda. Február 17-én az orosz Szergej Rachmaninov, az utolsó nagy romantikus zeneszerző és előadó művész utolsó koncertjét adta. A Tennessee Egyetemen előadta Chopin második zongora szonátáját, melyben egy gyászinduló is hallható. Öt héttel később meghalt. Napokkal azután, hogy megkapta az amerikai állampolgárságot. Szintén február 17-én Hitler a zaporizsjai főhadiszálláson találkozott Erich von Manstein tábornaggyal. Hitlert bosszantotta Manstein javaslata, hogy nevezzen ki vezérkari főnököt, ezért meneszteni akarta a parancsnokot. Akkor már világos volt, hogy a németek tervei egyértelműen megbuktak. Az erőiket visszaszorították. Manstein új stratégiát dolgozott ki erre a helyzetre. Ő vissza akart vonulni és hagyni, hogy a szovjetek támadjanak, és ugyanúgy megosszák az erőiket, ahogy az korábban a németek tették. A kétnapos megbeszélést követően Hitler egyességre jutott Manstein-nel, és megengedte, hogy csapatokat vonjon el az A hadsereg csoporttól, és ellentámadást indítson az északi szárnyon. Ez lett a harmadik Harkovi csata. február 18-a csütörtök. Másnap, február 18-án Joseph Goebbels nagy gyűlést tartott a berlini Sportpalastban, ahol elmondta híres beszédét. A háború első éveiben a német propaganda miniszternek könnyű dolga volt. Lengyelország, Norvégia, Dánia és Franciaország elfoglalása remek témát biztosított neki. 1942 nyaráig úgy tűnt, hogy a német erők csak győzni tudnak, ám 1943-ra ez megváltozott. Hitler minden erőfeszítése, hogy elfoglalják Stalingrádot, kudarcba fulladt. A német propagandának valahogy meg kellett magyaráznia ezt az iszonyatos vereséget. Ezért aztán Goebbels úgy érezte, új célt kell kínálnia a német népnek. Goebbels gondosan felépített beszédét 14 ezer fős náci párttagokból, fiatal katonákból, a nőszövetség tagjaiból és színészekből álló közönség előtt mondta el. Spontán ovációkkal kísért beszédében Goebbels a náci Németországot nevezte meg az Európát fenyegető bolsevizmus útjában álló egyetlen akadálynak. A lelkesen tapsoló, tomboló tömeg előtt Goebbels egy minden eddiginél radikálisabb, brutálisabb, totális háborúról beszélt, amiből minden németnek ki kell vennie a részét. Az elnök és neje Chiang Kai-shek feleségét fogadja. A kínai First Lady gyógykezelésre érkezett New Yorkba, és meglátogatja az elnöki párt.
Aznap, amikor Goebbels meghirdette a totális háborút, Sung Meiling, avagy Madame Chiang Kai-shek lett az első magánszemély és a második nő, aki felszólalt az amerikai kongresszusban. Mi, kínaiak, ugyanúgy, mint önök, egy jobb világra vágyunk. Hivatkozva a 160 éves kínai-amerikai barátságra. Ezt meg kell kapnunk. Méltatta az amerikaiak belépését a háborúba, és felhívta a figyelmet Japán erejére. Hogy segítsünk felépíteni egy olyan világot, ahol minden nép békében és harmóniában élhet. február 20. szombat. Február 20-án az amerikai filmstúdiók vezetői beleegyeztek abba, hogy a háborús információs hivatal cenzúrázza filmjeiket. Felajánlották, hogy átnézik a forgatókönyveket, és segítséget ajánlottak a stúdióknak, hogy a munkájuk összhangban legyen a katonai és politikai célokkal. Ezt úgy nevezték, hogy megteremtik a háborús, pozitív környezetet, amelyben hangsúlyozzák, hogy mennyire fontos a háború folytatása és az amerikaiak áldozathozatala. Attól félve, hogy a nácik bármit felhasználnak a propagandájukban, a hivatal megtiltotta a gengszterek szerepeltetését a filmekben. Sőt, minden olyan elemet betiltottak, amelyből nem áradt a patriotizmus. A filmek is részei lettek annak az erőfeszítésnek, amelyik tudatosan olyan küzdelemnek festette le az amerikaiak életét, ahol mindenki hozzáteszi a magáét, és áldozatot hoz a fasizmus legyőzése érdekében. A gátrobbantás hete. 1943. május 13-a csütörtök. Goebbels totális háborút ígért a németeknek, és önfeláldozást várt tőlük. Ám májusban a tengelyhatalmak erői megadták magukat Észak-Afrikában. Hitler egy vesztes sereget próbált megerősíteni, és ezzel végzetes hibát követett el. Rengeteg embert és hadianyagot vesztegetett el Észak-Afrika megtartásáért. A délről támadó 8. hadsereg és a nyugat felől közeledő 1. hadsereg egyre kisebb területre szorította vissza a németeket. Ekkor már Hans-Jürgen von Arnim tábornok vette át Rommel helyét. De ő sem tehetett semmit. Május 13-án Arnimot és erőit bekerítették a tuniszi síkságon. A hadjárat csak egy módon végződhetett, és május közepén ez be is következett. Az Észak-Afrikában harcoló német és olasz csapatok katonái, mintegy 275 ezer ember letették a fegyvert. Tunéziában az embereink megkapták a szükséges eszközöket, és elvégezték a munkát. Afrikában a tengelyhatalmak majdnem 1 millió embert veszítettek, míg a szövetségesek 220 ezret. Egy évvel korábban Rommel még Kairót fenyegette, mostanra viszont a hadserege semmivé lett, és a szövetségesek ellenőrizték Észak-Afrikát. Tőlük északra terült el Európa Churchill által puha hasának nevezett része, Dél-Olaszország. A szövetségesek Észak-Afrikából Görögország, a Balkán, Olaszország és Dél-Franciaország irányába is támadhattak. Végül Szicíliát választották. 1943. május 14-e péntek. Május 14-én egy japán tengeralattjáró megtorpedózta a Centaur nevű kórházhajót Ausztrália keleti partja mellett. A hajón tartózkodó 332 civil és egészségügyi dolgozó meghalt a támadásban. Kórházhajóként a Centaurt a hágai egyezmény alapján védelem illette volna meg. A kivilágított és megjelölt kórházhajó megtámadása háborús bűncselekmény volt. 1943. május 16-a vasárnap. Május 16-án este 9 óra 28 perckor felszállt az első, a támadásra induló 19 Lancaster nehéz bombázó közül. A gépek nem sima bevetésre indultak, hanem a német hadigépezet egyik fontos részét célozták meg.
A bombázók a Ruhr folyó duzzasztó gátját, Möhne, az Éder és a Zorpegátat készültek megtámadni. Az akció a Chastise nevet kapta, de a történelem a gátrobbantók éjszakájaként emlékszik rá. Az erősen védett gátak ellen a 617-es egység egy titkos fegyvert, az erre a célra kifejlesztett ugráló bombát vetette be. Következik a ma esti célpont. Pipálják ki. A pilóták sötétben repültek, alig 30 méterrel az ellenséges terület felett. A Zorpegát ugyan sértetlen maradt, de a Möhnegát átszakadt a találatoktól, és a Ruhr folyóba hirtelen 330 millió tonna víz zúdult. Az áradat betört a környező völgyekbe is, ahol gyárakat, házakat, utakat és vasútvonalakat mosott el. 12 hadianyaggyár semmisült meg, és 100 másik megrongálódott. Több ezer hektárnyi termőföld ment tönkre. A visszatérő gépek személyzetét otthon hősként fogadták. A király és a királyné meglátogatta a brit és amerikai légibázisokat, köztük azt is, ahonnan a gátrobbantók felszálltak. Gibson rajparancsnok bekísérte a királyi párt, és megmutatta nekik a rombolásról készült felvételeket. Ugyanezen a napon az SS alakulatai leverték a varsói gettó lázadást, és a terület visszakerült német irányítás alá. Megtorlásként és elrettentésül a németek felrobbantották a városi nagy zsinagógát. A felkelés során becslések szerint 13 ezer zsidó halt meg. Az 50 ezer túlélő többségét ezután a treblinkai és a majdanaki haláltáborba internálták. Heinrich Himmler elhatározta, hogy úgymond zsidómentessé teszi egész Varsót. ...1943. május 17-e hétfő. Május 17-én az amerikai hadsereg szerződést kötötte a Pennsylvániai Egyetem villamosmérnöki intézetével, hogy az fejleszten ki egy számítógépet. Az ENIAC néven ismert programozható elektronikus digitális számítógép megalkotása hatalmas lépést jelentett a modern számítástechnika felé. Elődje, a brit kolosszus, csak kódfeltörésre készült, ám az ENIAC volt az első általános célokra kifejlesztett számítógép. Jelentés az Angliában állomásozó amerikai légierőtől. A rangidős tiszt Devers altábornagy szól néhány szót az államokba induló bombázó legénységének. Május 17-én a Memphis Belle nevű B-17-es bombázó legénysége lett az első, amelyik teljesítette a 25 bevetésből álló szolgálatot. A személyzet hősöknek járó fogadtatásban részesült otthon, és utána a hadikötvények eladásában segédkezett. Az új szárnyat kapott és befoltozott farkú Memphis Belle menetrend szerint száll le Washingtonban. 1943. május 19-e szerda. 1928-ban egy skót tudós, Alexander Fleming nyaralásból hazaérve furcsa penészgombát talált egy petri csészében. Ez a penész később megváltoztatta a történelmet. Egy ausztrál orvos, Howard Florey sikeresen vont ki belőle antibiotikumot. A penicillint. Amint kiderült, hogy a gyógyszer segíthet a háborús sérültek gyógyításában, az amerikai kormányzat tüstén beindította a tömeggyártását. A penicillin előállítása olyan prioritást kapott, hogy az csak az atombomba építése múlta felül. Május 19-én az amerikai hadsereg egészségügyi testülete zöld utat adott a penicillin használatára a katonai kórházakban. A 20. század elején a férfiak várható átlag életkora 47 év volt. A penicillin megjelenése 8 évet tett ehhez hozzá, és a szer végül több életet mentett meg a II. Világháborúban, mint ahányan meghaltak.
a szicíliai partraszállás hete. 1943. július 4-e vasárnap. Július 4-én Subhas Chandra Bose lett az új elnöke az indiai függetlenségi ligának, amely a megszállt Szingapurban ülésezett. Bose, aki egykor az indiai nemzeti kongresszus vezető alakja volt, a japánokat támogatta, mert ebben látta országa függetlenné válásának lehetőségét. 1943. július 5-e hétfő. Július 5-én kora reggel a szovjet tüzérség tűzesőt zúdított a német állásokra. A németek visszalőttek, és ezzel kezdetét vette minden idők legnagyobb tankcsatája, a Kurszki csata. Stalingrád után a Führernek be kellett bizonyítania a szövetségeseinek és az ellenségeinek is, hogy Németországnak még nagy a hatalma. Ehhez a keleti fronton a Kurszk városát körül ölelő domboldalon találta meg a csatateret. A szovjetek azonban felkészültek, és a németeknél kétszer nagyobb haderőt vontak össze. A németek igen komoly erőket mozgósítottak. Többek között nagyjából 900 ezer embert, úgy 2700 harckocsit és 5000 tüzérségi eszközt. De így is hátrányban voltak a szovjetekkel szemben. A szovjetek 1 millió 800 ezer emberrel készültek a csatára, és a hadi eszközökben is fölényben voltak. 5000 tankot és 10 ezer tüzérségi eszközzel kezdték az ütközetet. A németek nem tudtak áttörni, egyre több veszteséget szenvedtek. A hadianyag és emberterén is fölényben lévő szovjetek kitartottak. A Wehrmacht néhány nap után megállásra kényszerült. A szovjetek már hónapok óta várták ezt az offenzívát, és alaposan fel is készültek rá. Több százezer civillel és katonával sok kilométer hosszan védelmi vonalakat ásattak. Bunkereket, szögesdrótot és aknákat telepítettek. A németeknek ekkor már nem volt valódi stratégiájuk. A stratégiához kell egy távlati cél, valamilyen elképzelés, amit meg kell valósítani. De itt milyen távlati célról lehet szó? A háború korábbi szakaszában Kurszk egyszer már az övék volt, és akkor sem látták a stratégiai jelentőségét. 43 környékén a németeknek már a többi hadszíntéren sem sikerült igazán stratégiákat kidolgozniuk. Július 6-án az oklahomai Boise City lett az egyetlen amerikai város, amelyet bombatámadás ért a háborúban. Egy gyakorló repülés során a pilóták összetévesztették a városi bíróság fényeit a kijelölt célpontjukkal, és két bombát dobtak le az alvó városra. Egy évvel később ugyanez a legénység vezetett egy 800 gépes támadást Berlin ellen, rekordszámú kitüntetést összegyűjtve. ...1943. július 7-e szerda. Július 7-én az amerikai PC-815 tengeralattjáró parancsnokát felmentették a szolgálat alól. Fletcher tengernagy átlagon alulinak minősítette L. Ron Hubbard hadnagyot. Hubbard később mégis bevonult a történelembe, mint a szcientológiai egyház alapítója. 1943. július 8-a csütörtök. A brit Bahamákon található Nassau egy szenzációs gyilkossági ügy helyszíne lett. Július 8-án Sir Harry Oakes a brit birodalom egyik leggazdagabb báróját holtan találták az óceánra néző házában. A rendőrség letartóztatta Sir Harry vejét, de a férfit később felmentették. Az ügy hivatalosan megoldatlan maradt, ám a gyilkosság, amelyben sok pénz és a brit királyi család is érintett volt, átmenetileg leszorította a háborút a címlapokról. 1943. július 10-e szombat. Ma sem ígérhetek mást, mint azt, hogy valószínűleg nagy harcok várhatóak a földközi tengeren és máshol is, mielőtt még az őszi falevelek lehullanak. Szicília inváziója július 10-én kora hajnalban indult meg. 150 ezer katona, 3 ezer hajó és 4 ezer repülőgép közelítette meg a sziget déli partjait.
britek ezt megelőzték a darált hús hadművelettel, amellyel elérték, hogy a németek erőket csoportosítsanak át Szardíniára és Görögországba. Egy állítólagos repülőgép szerencsétlenségben meghalt, állítólagos brit tiszt holttestét szándékosan kitették Spanyolország partjai mellett. A holttestnél olyan iratokat hagytak, amelyekből az derült ki, hogy a szövetségesek megszállják Görögországot, Szardíniát és Dél-Európát, és hogy a Szicília elleni invázió terve csupán egy bonyolult átverés része. A hadihajók és a repülőgépek támogatásával délutára több mint 100 000 szövetséges katona szállt partra, több mint egy évvel később a D-napon, Normandiában. 1943-ban Szicília szigete minden szempontból a védőknek kedvezett. Az úthálózat fejletlen volt, gyakran csak keskeny utak kötötték össze a hegytetőkön fekvő falvakat és városokat. Ez olyan terep, amilyenhez hasonlóval a szövetségesek még Tunéziában sem találkoztak. Az olaszok eleinte keményen ellenálltak, de a védelem terhe egyre inkább a németekre hárult. A német védelmi állások felszámolásával a szövetségeseknek keményen meg kellett küzdeniük. Bár július 10-én szálltak partra, csak augusztus közepére foglalták el a szigetet, és a jól beásott, a legvégsőkig makacsul védekező németek igen komoly árat fizettettek velük a győzelemért. ...1943 a Casablancai konferenciával kezdődött. Ott a szövetségesek megállapodtak Németország bombázásában, a szicíliai offenzívában és abban, hogy az ellenség feltétel nélküli kapitulációjáig folytatják a harcot. Az év közepére az első két célt el is érték. Kemény harcok árán, de elfoglalták Szicíliát, a sztálingrádi és észak-afrikai győzelmek pedig közelebb vitték őket a harmadik cél megvalósításához. A németek visszavonulót fújtak, és a szövetségesek átvették a kezdeményezést. A Vörös Hadsereg megkezdte a németek kiszorítását az országból, és a nyugati felek is készültek a második front megnyitására, amit 1944-re terveztek. Én tényleg nem tudok semmi újat jelenteni az államokból, ahol Churchill él. Igazából nem ott lakik, csak azért jár oda, hogy elvigye Mrs. Roosevelt szennyesét. De tényleg sokat utazik, nem? Ő már többször járt Casablancában, mint Humphrey Bogart. Ismeri a járást, nekünk pedig elég követnünk a pislákoló szivarját. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Director Studios készítette, produkciós vezető Witzenleiter Kitti.